szurista, mert a Pala tudja, hogy mi lesz a francia nevem, nem Pala? Madame Chiquita Turi? Nem, a Le Sopoa. Ja? Az. Oké. Vagy a retteget sebb helyes farkú, még arra is gondoltam. Egy aram. Hát, arra mozhatunk is. Azért mondom, hogy arra mozhatunk, és akkor be lehet jönni, akkor be tudlak titeket hívni. Mi ez? Módvát, aram. Igen. Csak küldenék el egy fenyves. Kis nem? Küldj Pist! Igen? Hát? Most mondd meg őszintén, a pénz ellensége vagy a barátja? Ja nem, én szeretem. Nem ismer, nem vagyunk jó, tehát nem vagyunk ismerősök. Mert itt ez a Kiolfa, őt ismerősök, vagy nem? Nem ismerősöm, de hogyha elárulja nekem, hogy milyen névem, vagy felvesz engem barátlistára, akkor be tudom hívni a meccsbe őt is. Kiolfa, itt vagy? Kiolfa. Tedd fel, kacsítsál jobb szemmel. Azt nem tudom, hogy, ezt most csak nem láttam a végét, hogy 986? Igen, mi? igen. Hogy akkor az 98, vagy 9. hó és 86? Hát azt szerinted az én nevem mögött a 76 mit jelent? Hát nézd, az IQ-tól kezdve sok minden lehet. A születési évemet. Miért lehetne 7. hó, 6. Köszi szépen, Géza. Na jó, oké, ezt én értem, hogy a születés, de pont ezért kezdem, hogy a 98-at az 3 darab szám. Melyik felosztás? Tehát 98, 6. hó, vagy 9. hó, 86? Nem mindegy. Nem tudom. Persze. Vagy csak egy kreált szám véletlenül, ugye létrehozta a nevét, ez volt szabad, mert ilyen is van. Nekem például nagyon sokáig 007-es is volt az ilyen neveimben, csak azért, mert James Bond. De... Ennyi. Nem kaptunk választ a Kiolfától. Akkor indítsd akkor. Jó, hát ha valaki majd be akar lépni, akkor most majd... valaki megint beírt, vagy mit írt? Ugye, fenyves, valóban jelentheti Krisztus után 908, de kétlem, hogy akkor született. Mondjuk senki nem mondta, hogy a születési dátuma van megadva a népe, ez is igaz, de nekem. De és honnan tudod, hogy nem ugyanolyan, mint mi, vámpír? És akkor csak ezer éves ennyi. Miért, hogyha vámpír, akkor már egyből öregnek kell lennie, fiatal vámpírok nem lehetnek? Így van, igaza van ebből a taznak. Palotpala, én is még a Skót felföldön születtem, egy maradhat, de ketten maradtunk, én és a kardom. Nem vámpír volt. De az nem vámpír volt, azt ugye tudod? Hát a meklót halhatatlan. Ennyi. Nem, ez valamiról kell, mert ez tragédia ez, ami itt van. Úristenem. Jó. Jézusom, miket kaptunk itt randomba? Na, egy Axant, egy Lucianér. Az a Prince of Persia ott középen, az a bajszos szakállas férfi. De mi ez? ADC, jó. Axant. Az egy habci. Ő a habci egyébként. De miért ADC kacseg? Azért, mert hogy ezt a rúnát állítottam, tehát ez a rúna oldal neve, vannak itt ilyen beállított ilyen képességek. Ezt te nevezted át köcsök helyett kacsegnek? Persze. Ja, így értem, oké. Amikor már 2 éve játszottam a játékkal, és azt mondták, hogy most már ne egy rúnával játszak, hanem legalább legyen egy AP meg egy AD rúnám. Uh-huh. Ez azóta nem változott nagyon meg. Illetve annyi, hogy Zajrára van optimalizálva a Sona nevezetű rúna. És most 5-en lesztek egy ellen, vagy mi? Nem, 5-5, csak itt nem. Egy egyenes vonalú. Ez a lötyipötyi játék, ez nem rangsorolt, nincs tétje, viszont cserébe be lehet menni 2-3-an, 4-en egyedül. Tehát jól hangzik. Ez ilyen daraboló, ez ilyen gyors, 20 perces játékok, de ilyen henteldek. És én majd egy ilyen ugrálós genyóval leszek. De odaadtam cserébe egy ilyen még nagyobbat ugráló genyót a másiknak, aki boldogan fogadta a cserét. Taz Mordekaiser, az jó. Ugye az lesz a hobbit, hogy kikapkodd a Brandet, meg a Cassiót. Hát majd meglátjuk, hogy kit vagy a Xayah-t, vagy az Irelia-t. Tehát, hogy igen. Ne a Lulut. A Lulut nem fogom.
csak nem tudott adni a fenyvesnek egy rendes tankot. Hát igen, a LeBlanc az nem annyira rendes tank. Ez a LOL, ez nem a World of Tanks. Köszönjük szépen Dementor a donétet. Nagyon szépen köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, Dementor. Ami sör. De legalább másfél hónapúban megismerem a Newsikát közelről, mert nem csak képen fogom látni. Az biztos. Mi lesz ott? Remélem van mosógép a szállodában. De nem ide akartam, bocs. Nagyon hülye vagy. Jaj, Istenem. Jaj. Hát olyan kis szőröske, nem? Hát az, de azért... De őre vigyázunk. Hát ha már eleve punciszőrrel pucolok minden nap fogat, akkor már valami legyen. Na. Hát miért? Ez a fog egy kicsit erős volt. A fog? Igen. Jaj. Az adás címe az lett egyébként, hogy Kánikula játszós. Végis az az. Rohadt meleg lett, szerintem. Rohadt... És még napokig. Nem, azt mondják, lehet, hogy holnapra egy kicsit hűl. Ne hűljön, legyen meleg nyár. De azért én el tudom képzelni, hogy csak 34 fokos nyarunk van, nem 42-t az. Pedig piros figyelmeztetés van kiadva a hőségre. Hát, holnap csak 32 fokot mond már, hallod? Esik hát az 6. kevés. Kedre mutat egy kis zivatart. Ez a pajom, igen. Hú, én szeretem a zivatart, szeretek az esőben állni és sátrat állítani. I'm ja, singing in the rain. Emlékszem, volt olyan, amikor nyári zápor volt, így kinéztem, megfogtam az autósampont, azt ezért... Lemosdod a kocsit? Lemostam a kocsit, aha. Ennyi. Szerintem az volt az utolsó, hogy autót mostam életemben. Ennyi. Azt mondjuk azért ott azt megcsíptük, na. Elhúztam, és aztán meg mindenki kinyírta. Hát, igen. Szóval elkezdeném a játékot, ebben a módba kéne kezdenem. Igen, nem. Ebbe aztán szerintem sok... Szerintem nem. Hát a karaktereket megtanulhatja. De csak a játékot nem, de jó. A játékot nem, de a karaktereket igen. Köszönöm a Cheer Dementor. Köszi. Csirke! De csirkét, jaj. Jó, azt mondom, most elkúrtam. Hallod az a donét, amit az előbb küldtem, az a 3,33, az kerek számra jött ki, forintba. Tényleg? 1400. Az mondjuk azért kemény, hogy 3,5 euró, 1400 forint, szóval... Nem, 3,33. 3,33. Hát jó, csak azt mondom, hogy... Ez nem olyan rég, még kb. Egy ezres volt. Ja, hát változnak. Hát már a dollár-euró szinte egy szinten van. Szinte. Action felélesztett, nagyon jó. Tudom, mire gondoltam, Pala? A szexre, de ez most hogy jött ide? Nem. Ha kimegyünk Olaszba, akkor fizetetnénk vatikáni váltóval is, nem? Az Isten én abszolút benne lennék, de ők nem fogadják el. De a Vatikánba megyünk, akkor lehet, hogy elfogadják, nem? Eléggé utálják a turistákat, szerintem. De én azért bemennék a Szent Mártérre, és akkor ott fölteném magasba a kezemért, és azért gyűltünk ma itten össze, hogy ne legyünk szétszóródva. Nézted nem? Már akkor is a csatornát? Aha. Akkor te tényleg nagyon régóta nézel minket. Jó régóta, ja. Mikor néz, mikortól?
Emlékszel, amikor a Ginát összeházasítottuk a kreatív szerveren? Hát az nem ma volt. Nagyon nem. Azért mondom, hogy már akkor is nézett minket a Dementor, az dugva. Annak idén úgy csináltam, hogy kerestem a fogykos streamereket, és megtaláltam egy-kettőt. És sosem normálisokat keresem, mert minek? Hát aki az komolyan játszik, azt nem érdekem, ott nem történik semmi a live-ba. Ja nem, hát persze, hát ez az egész arról szól, hogy jól érezzük magunkat alapvetően. Tényleg nem ma volt. De nagyon nem ma volt. Na, nekem azzal ott voltak problémáim, de... Hát nem tudunk ennyit ledamage-elni, csak ilyen tempóban. Ahhoz még egy kicsit fejlődnünk kell. De rajta vagyok. Ez szó szerint ilyen darabolós játékmód. Viszont mivel nincs tétje, köszönöm szépen a feliratkozást, érezd jól magad. Köszönöm szépen, Dementor, a feliratkozást a fenyvesnek. Szívesen. Aki majd megköszöni, ha tudja, mert éppen játékban vagyunk. Hát az, szerintem a játék a legkevesebb ilyenkor, nem? Ennek nincs tétje. Hát azért elveszíteni senki nem akarja. Jó. Annyira van tétje, hogy nem akarunk veszíteni, csak... Mondjuk nem büntet be a rendszer ész nélkül, hogyha ezért. Na, kiolfa lehet rugalmasban 3. Az micsoda? Lehet rugalmasban 3, de jöhet szaramozni velünk. Csak nem válaszoltál az előbb, amikor kérdeztünk. Na, mire meg lesz a 10 havi feliratkozó, tudod, ez az a cucc? Addig a Maulasban mi majd csináljuk az bebaszos live-ot, nem? Igen, ám, de az le is tud esni az a szám, tudod, hogyha elfogy a hónap. Nem a hónap fogy el, megsugom neked. 8 nap múlva visszaáll nullára az ajándékozás is. Az ajándékozás nem. Az 30 de. Napos. Hát én nem tudom. Az előfizó 30 napos. A... 30 napos. Az igen, de az ajándékozás meg a csíra, azok visszállnak 8 nap múlva. Azok igen, azok. Hát van valami lejárat, igen. Nem tudom a pontos lejáratot, de van valami, igen. Na itt van már, azt mondja a kiófa, a kövében, nem? Ennyi, hát persze. Kövibe jó, hát vegyél föl friendlisten, és akkor izé... Akkor majd vissza tudom igazolni föl, és akkor behívunk, ennyi. Nem DC-n, hanem LOL-ba vegyél föl a barátlistára. Akkor látni fogom a barátkérelmet, és rögtön rányomok, hogy inv, az kész. Persze DC-n is visszaigazolhatlak, de sok előnye nincs a dolognak. Iréliában nem tudunk a túloldalon jelenleg mit kezdeni.
Látom, a fenyves se tud vele mit kezdeni, meg te se tarz. Én a rendet vittem el. Na, az a baj, hogy közben az Irelia széttép minket. Ő ilyen egyszemélyes széttépős. Semmi nem, ha oda megyek, meghalok egyedül, tehát az felejtős. Na jó, hát... Idő még egy ADC fölépül. De ki akarja feladni? Nem tudom. Én nem adom fel, még egy darabban látsz. Nem adom fel, még akad egy kerék. Egy darabban látsz. Így van, így van. Még akad egy kerék. Mindjárt leszek hangba, csak dobok egy pisi kockát. Egészségedre váljék. Ja, jó, köszi. Nem lehet megölni az Irelia. Nem lehet, nem. Hát mert a Lulutól megkapott mindent, és akkor itt a vége a játéknak. Mégis menned kell. Jó. Oké. Majd legközelebb. Ott is felveszlek, Pill. Ha-ha-ha-ha. Jaj. Kaptam egy Ignite-ot a Lulu-tól. Szerintem nem sokára meg kéne a palát mozgatni egy kicsit. Nyújtózkodás, vagy figyelj a tartásra. Vagy a tartármártásra. El kell menni a Kjolfának. Ja? Hát látod, ilyen jövésmenés van folyamatosan. Megyek mindjárt én is egyet ebben. Ja, nincs is meg a játék. Nem baj. Tudatba nyomom. Miért akarják állandóan feladni? Én ezt ott nem értem. Fenyves 13 sub. Szívesen Fenyves. Mit mondasz, Pala? Hű! Komoly harcokat, komoly eposzi harcokat vívunk. Azért én semmit nem tudom csinálni, semmit. De a térkép fölött mi az a grafikon? Van már egy zöld kocka, meg négy piros. Térkép fölött zöld kocka. Az előbb ott volt, mint hogyha a feladjuk a meccset, vagy nem. Ja, a szavazás volt, és a piros az a nem, gondolom. Igen, a zöld meg az igen. Aha, oké. De mi nem adjuk föl. Még egy darabban látsz, nem? Így van. Hát meg azt szoktuk mondani, hogy a comeback is real, tehát hogy... Hát nem ebben a játékban. Ja, hogy itt csak egy ilyen hosszú útvonal van, nincsen ez a, mint a másiknál, hogy... Igen, mondtam, hogy egy könnyített játék. Semmi nincs, teljesen értelmetlen. Hát a Irelia az elég csúnyán lever minket.
mint vaka poharat. Tizenháromszor haltál meg, Taz? Most mit csináljak? Mili vagyok. Értem én. Csak sajnos sebzésem sincs. Egyéb problémák? Ez jó, hogy az action élezget minket állandóan. Igen. Ezzel nem fogunk tudni mit kezdeni. Azért próbálkozni lehet. Így van. Ne? Elégek? Aha. Mindegyik outrange-el. Szavazz, Danuka! Szia! Hello! Ez a Taz rövidítés, ez a Tazmán ördögből van, vagy hogy kell értenem? Igen. Taz. Igen, úgy. Ja, akkor így értem, oké. Okay. Ez jött le legelőször nekem, ja. Na hát ez most nem sikerült. Ja, és itt ugye az van, hogy itt véletlenszerű karakterekkel játszunk. Hogy vagy nyúszika van? Köszönöm szépen, Dementor, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a támogatást, Dementor. Akkor nem jönnek jó a fa ezek szerint? Nem. Majd megy veletek a Danuka. A Danuka lolozni? Uh-huh. Hát erről őt kérdez. Köszönöm szépen a támogatást, Dementor. Ugyan már. Köszönöm.